A betegünk ágyát lehetőség szerint tegyük szabadá úgy, hogy három oldalról, de legalább egyik oldalról és lábvég felől könnyen hozzáférhető legyen. Fontos, hogy az ágy magasságát úgy állítsuk be, hogy a mozgatáshoz ne kelljen mélyre hajolnunk. Ha állítható magasságú ágy nem áll rendelkezésre, akkor is több lehetőség kínálkozik a magasság beállítására. Felhelyezhetünk plusz matracot az ágyra, esetleg az ágy alá helyezett téglákkal, deszkákkal, vagy bármilyen más a célnak megfelelő eszközzel magasíthatjuk az ágyat. Fogok egy kicsit most. Hajtsa a beteg takaróját a véghez, húzza fel a beteg lábait térdben. Vegye ki a párnákat a beteg feje alól. Nagyon fontos az ápoló testtartása. Lábunk a térdben kisé legyen mindig hajlított, álljunk kis terpeszállásba vagy támadó állásba. Hátunkat mindig tartsuk egyenesen. Hajolás helyett mindig tért érjük el a megfelelő mélységet, illetve a tessúját helyezésével végezzük a beteg mozgatását a beteg megfogásakor ujjaink zászlótartásban legyenek. Egyik karját vezesse a beteg feje alatt a távolabbi válla alá, és a már megismert zászlófogással támasza meg a hónaljánál. Másik karját helyezze a közelebbeső eső hónaljárokhoz. Ha a beteg képes rá, kapaszkodjon mindkét kezével az ön karjába, és így adott jelre a beteg rúgja magát a fejrész felé. Amikor a beteg elrugaszkodik, akkor a beteg felső testét kissé kiemelve húzza őt a fejrész felé. Ha elérték a megfelelő pozíciót, igazítsa meg a lepedőt, és helyezze vissza a párnát a beteg feje alá. A mozgásképtelen, mozdulatlan vagy mozgásában korlátozott beteg helyzetét naponta többször változtatnunk kell. Ezzel célunk a felfekvés megelőzése, az izületek és izmok működésének megtartása, valamint a napi gondozási feladatok végrehajtása. Fontos, hogy mindig magyarázzuk el a betegnek, milyen feladatot szeretnénk végrehajtani.